Gyáváros önkormányzata évek óta kiemelten fontosnak tartja, hogy támogassa a civil és sportközösségek működését, valamint az egyéni sportolók felkészülését. A pályázati forrásból biztosított összeg idén is nagy segítséget jelenthet a szervezetek számára, hogy céljaikat megvalósítsák. Egy amerikai elnök gondolatához folyamodok, segítségként és kiindulópontként. Azt mondta, hogy ne az legyen a fő kérdés, hogy mit adhat neked Amerika, hanem mit adhatsz Amerikának. Ez egy patrióta Amerikáért küzdeni akaró és sajnos tragikus életpályát befutó elnök volt, John Fitzgerald Kennedyről van szó. A gondolata azonban nagyon aktuális, hiszen a civil szervezetek, sportszervezetek elsősorban azzal a célra jönnek létre, hogy mindazt a munkát, amit az intézmények egy városban nem tesznek meg, és nagyon sok ilyen feladat van, munka van, nem azért, mert nem tennék meg, hanem azért, mert nem tehetik, bizonyos körökön túl nem terjeszkedhetnek. Hát a civil szerveződések, különböző sportegyesületek vállalják fel ezt a feladatot, és adott esetben egyéni sportolók a minőségi munkájukban viszik tovább ezeknek a szervezeteknek, egyesületeknek az eredményeit. Az önkormányzat hálás és partnere ezeknek az egyesületeknek, civil szervezeteknek. Hálás azért, mert a közösségépítő munkát végzik, hiszen nagyon fontos egy közösségi ház, aminek az építészeti értékeire is büszkék vagyunk, vagy egy nagyszerű sportcsarnok, amely hatalmas tereket nyit a sportolási lehetőségekre, de ezek a lehetőségek akkor válnak igazán valóra, amikor élettel töltik meg, és a sportegyesületeknek, civil szervezeteknek a feladata, hogy élettel töltsék meg ezeket a tereket, és ezért hálásak vagyunk. Ezekkel a szavakkal köszöntötte Nagy József Elek alpolgármester a támogatásban részesülő szervezeteket, illetve azok képviselőit. A polgármesteri hivatalban lebonyolított eseményen azt is megtudtuk, hogy a szervezetek által végzett munkát elismerve az önkormányzat megduplázta az elmúlt években biztosított keretösszeget. A civil és sportszervezetek nagyon fontos közösségépítő munkát végeznek, az egyik az egészséges életmód és közösségépítés, másik pedig a civil szervezetek tekintetében nagyon sok irányú tevékenységet folytatnak. Mondhatjuk úgy is, hogy azt, amit az intézmények nem vállalnak fel, a civil szervezetek pótolják. Itt a környezetvédelemtől a cukorbetegekig, a hagyományőrző csoportoktól, az állatvédőkig különböző tevékenységi körök köré szerveződtek ezek a szervezetek. A sportszervezetek esetében pedig azt tudjuk mondani, hogy Gyáváros sportinfrastruktúráját ők töltik meg élettel. Az elmúlt években gazdagodtak, bővültek ezek a programok, és hát bővült az a keret is, ami a sport és civil szervezetek támogatására fordítható. Ez azt jelenti, hogy 10 millió forint keretösszegből nyújthattunk támogatást a pályázó sportszervezeteknek. Ez 7 sportegyesületet jelent és 8 egyéni sportolót, a civil szervezetek esetében pedig 11 civil szervezetet támogattunk. Nagyon fontos, hogy ez az összeg a működések alapfeltételeit tudja biztosítani. Ezen felül még különböző pályázati lehetőségek vannak, úgy a sport, mint civil szerveződések esetében. És hát a város nem csak ezzel a 16 milliós keretösszeggel, hanem a sportcsarnok rendelkezésükre bocsátásával, a sporttelep pályáinak a rendelkezésükre bocsátásával, illetve a közösségi háztermének a rendelkezésükre bocsátásával is támogatja a szervezetek működését. A támogatások átadásánál Vinnai Tibor, a Gyáli Képviselőtestület Sport és Ifjúsági Bizottságának elnöke működött közre.